Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennénk a Király Telefonos Játékok 2019 második részével. Tudom, egy kicsit elcsúsztam ezzel a részre, és elcsúsztam a telefonos játékok videókkal. Sajnos megmondom az őszintét, nem volt kedvem nagyon ezt megcsinálni, hiszen Sony Vegas annyiszor kikeresett, hogy már konkrétan kedvem nem volt megcsinálni. De mostanában újra elkezdtem videókat gyártani a streamek mellett, mostanában eléggé jól működik. Szóval folytatjuk ezeket a telefonos játékok sorozatot, illetve terveztem számítógépre is csinálni. De nem is hozzám tovább a szót, szerintem vágjunk is bele. Srácok, legyek, aki még nem tette meg, mindenképpen csapass erre a videóra egy lájkot, hogyha tetszik, és ne felejtsetek el feliratkozni, illetve benyomni a csengőt, hogy mindig kapjatok értesítést arról, hogyha videót töltök fel, vagy éppen streamelek, és ne felejtsétek el a leírásra található Facebook oldalamat követni, hogyha esetleg a YouTube nem küldene nektek értesítést, a Facebook oldalamon mindig kiteszem, hogyha éppen streamelek, vagy videót töltök fel, ha esetleg szavazásról van szó, vagy bármiről, azt mindig megosztom, szóval a Facebook oldalat érdemes mindenképpen bekövetni. Nem is húznám a tovább a szót, csapassuk. Az első játékunk nem más lenne, mint a Last Day on Earth, tehát az utolsó nap a Földön. Ez egy zombi túlélő survival játék, tehát lehet barkácsolni, lehet lootolni, lehet zombikat henteni, lehet állatokra vadászni, megépíteni az otthonunkat, fejleszteni a felszerelésünket. Van benne multiplayer mód, azt nem tudom, hogy haverokkal tudtok együtt játszani. Én amikor kipróbáltam telefonon, akkor találkoztam egy játékossal, aki azt hiszem játékos volt, ez nem biztos, tehát nem biztos, hogy van benne multiplayer, de azt hiszem játékos volt, nem mondjuk biztos benne, de szerintem igen, mert ahhoz, hogy elindítsd a játékot, ahhoz kell interneted, valószínűleg multiplayer játék. Tehát ja, valószínűleg vannak benne játékosok, ha igen, akkor azokat tudod ugyanúgy henteni, meg engem legalábbis megölt egy játékos, tudod a zombikat hentelni, az állatokat, tudod lootolni az állatoknak a bőrét, a másik játékosnak a felszerelését, tudsz házat építeni, tudsz ládákat berakni, berendezéseket lerakni, különböző pályarészek vannak, a grafika jó, gyenge telefonokon nem biztos, hogy elfut a játék, ingyenesnek ingyenes, szóval én ajánlom mindenkinek, szerintem egy teljesen jó játék. A következő játékunk nem más lesz, mint az Off the Road. Ez egy autós per rallizós játék, de nem csak rallis autók vannak benne, van benne bőven autó. A trailerben láttam, hogy lehet hajót per repülőt vezetni, ez nem biztos, de a trailerben ez benne volt, tehát hogyha lehet, akkor ez még faszább dolog. Az autók tárháza az eléggé nagy, a pálya eléggé nagy, elég igényesen meg van csinálva. Rengeteg dolgot fel lehet venni a pályán, gondolok itt kajra ilyen bonus itemekre, vannak tök jól kialakított ilyen rally részek, ilyen versenyrészek, vannak ilyen kis tavakon az autókkal át tudsz menni, plusz lekérni kamiont, rally autót, versenyautót, sportautót, tehát elég sok-sok autó van benne, a pálya tényleg elég jól ki van dolgozva, a grafika nekem nagyon tetszik egy telefonos játékhoz mérten, de mivel a grafikai eléggé van meg van csinálva, sajnos ez sem biztos, hogy gyenge telefonokra el fog futni, de szerintem egy próbát mindenképpen megér, én ajánlom mindenkinek, és köszönöm szépen annak, aki ezt a játékot kommentbe ajánlotta. A következő játék nem más lesz, mint a Smashing 4. Ez egy stratégiai játék, hasonló grafikával rendelkezik, vagy dizájnnal, mint a Clash Royale. Ez lehet, hogy azért van, mert egyébként ők készítették, ez egy stratégiai játék, rengeteg karakterrel, rengeteg pályával, eléggé hangulatos. Így nagyon elmagyarázni, nem tudom, hogy hogyan kell ezzel játszani, de a videón ti is látjátok, hogy hogyan harcolnak, hogyan győzik le az ellenfelet. Én ajánlom mindenkinek, csapassátok! És igen, elhoztam nektek még egy Minecraft-szerű játékot, hogy miért mondom azt, hogy Minecraft-szerű. Ugyanis a pályák, a karaktereknek a kinézete az egytől egyig Minecraft-os, de ez itt nem probléma. Ez a játék nem más lesz, mint a Pixel Gun 3D, ebben rengeteg fegyver van, rengeteg pálya, rengeteg karakter kinézet, rengeteg effekt, nagyon hangulatos. Más játékosok ellen tudsz játszani, illetve van olyan játékod, ahol zombik ellen vagytok ti játékosok. Nagyon izgalmas, nagyon élvezetes, nagyon pörgős, nagyon jól meg van csinálva. Erős telefont igényel, ha jól tudom, legalábbis az én tabletemen azért régen lagott, de bár régen nagyon gyenge tabletem volt.
de azért ajánlom mindenkinek. És elhoztam szerintem a listán lévő egyik legjobb játékot, hogy nekem miért is tetszik ennyire. Nagyon sok lehetőség van benne, nagyon egyedire szabható benne a karaktered, tudod barátokkal együtt játszani, nagyon hangulatos, nem kell hozzá erős telefon. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok lehetőség van benne, gondolok itt dungeonökre, gondolok itt horgászásra haverokkal, házépítésre, farmolásra, tehát nagyon sok lehetőség van benne. Telefonos játékhoz mérten én nagyon-nagyon preferálom, nagyon ajánlom mindenkinek, és köszönöm szépen annak, aki ezt leírt a komment szekcióba. Elhoztam nektek még egy nagyon király játékot, ami nem más lenne, mint a Free Fire. Ez egy ingyenes Battle Royale játék, rengeteg fegyverrel, rengeteg járművel, nagyon hangulatos, gyenge telefonon is lazán elfut. Tudjátok csapatba tolni, tudjátok squadba tolni, tudod egyedül is tolni. Én régen a haverommal ezt kb. Napi szinten toltam, nagyon bele tudsz merülni. Nagyon hangulatos a játék, ingyenes, pénzt se kell költeni, vannak benne ilyen karakter, dizájnoló ruházatok, cipő, sapka, kabát, fegyverszkinek. Ezekre sem muszáj költed, mert van, amit így ingyen ki tudsz farmolni. Tehát pénzt nem muszáj költeni a játékba, csak hogyha szeretnéd támogatni a fejlesztőket. Én nagyon ajánlom mindenkinek ezt a játékot, nekem nagyon tetszett, és máig nagyon tetszik, szóval csapassátok. És csak azért, hogy a Forma 1 rajongóknak is egy kicsit kedvezzünk, a jó nem igazából azért már két, de hát lényegében kedvezzünk a Forma 1 rajongóknak is. Ez egy Forma 1-es játék, srácok, lányok, nagyon király a grafikája. Én amikor megláttam a trailerét, ez a játék milyen, azt a jó élet, nagyon baszkú, nagyon király. Az autóknak a testeszabása, a színezése, a versenyek, a más játékosok elleni versenyek nagyon izgalmasak. Nagyon eltalálták így telefonos játékot, nagyon eltalálták ezt a játékot így telefon, ezt akartam mondani. Szóval én ajánlom mindenkinek, és aki szereti a Forma 1-et, annak biztos, hogy nagyon fog tetszeni. És elhoztam nektek egy olyan játékot, ami főként igazából akkor nagyon élvezetes, hogyha haverokkal játszott, úgy nagyon durván élvezetes, nagyon vicces. Persze el tudsz lenni vele egyedül is, de nem garantálom, hogy annyira szórakoztató lesz egy-két órán keresztül. Viszont spannokkal tolni, vagy spannok ellen tolni, esetleg spannokkal másik ellen tolni elég izgalmassá teszi a játékot. Nagyon sok karakter található a játékon belül, 18 darab különböző karakter. A pályán különböző ilyen képességet, lehetnek ilyen dobozók, meg ilyen extra, ilyen speciális képesek, amiket fel tud venni és tudod használni. Én nagyon ajánlom mindenkinek azt a játékot, most, hogy megnéztem a trailerét, biztos én is le fogom tölteni a telefonomra, akár számítógépre is, ugyanis számítógépen is megtalálta a játék, tehát ott is tudod csapatni haverokkal, de ugye most a telefonos sorozatról beszélünk, tehát most hát telefonon is le tudjátok ugye értelemszerűen tölteni. Ingyenes a játék, ha minden igaz, legalábbis remélem, ezt nem írta le a kommentelő, és nem néztem meg, megmondom az őszintét, de így amiket láttam róla, remélem, hogy ingyenes is, és ja, csapassátok, srácok, már ez tényleg nagyon király játék.
Srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, mindenképpen dobjatok egy lájkot, ezzel, hogy tetszett a videó és szeretnétek folytatást, illetve ha újak vagytok a csatornámon és még nem tettétek meg, mindenképpen dobjatok egy feliratkozást, és kapcsoljátok be a csengőt, hogy mindig értesítést kapjatok arról, hogyha videót töltök fel, vagy éppen streamelek, illetve a leírásban található Facebook oldalmat ne felejtsétek el bekövetni, hogyha esetleg a YouTube nem küldenek nektek értesítést, oda mindig kiteszem, hogy a streamet vagy videót töltök fel, vagy hogyha bármi hír van, akkor de mindig általában ki szoktam írni. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet és hogy ennyi kommentet írtatok. Nagyon sajnálom annak, akinek esetleg a kommentje nem jutott el a videóba, az ne csükkedjen, valószínűleg a következő részben be fogom tenni. Illetve, hogyha bármilyen játék a kapcsolatban van ötletetek, szerintetek egy jó telefonos játék, és még nem mutattam be ezen a sorozaton belül, mindenképpen csapassátok le kommentbe, el fogom olvasni, és hogyha tetszik, nekem is be fogom tenni a következő videóba. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!